Fúzióról tárgyal a PSA Peugeot Citroën és a Fiat Chrysler. Ezt a két autógyártó cégcsoport egymástól függetlenül jelentette be. Ha sikerül megállapodniuk, egy 45 milliárd eurós cégóriás születik, amely negyedik lesz az autógyárak piaci rangsorában, a Volkswagen, a Toyota és a Renault-Nissan után. A közlemények szerint az egyesüléssel a szektor meghatározó szereplőjévé válhatnak, mert közösen sokkal jobban meg tudnak felelni a technológiai fejlesztés és a szabályozás legújabb kihívásainak. A bejelentés szakértők szerint azt jelzi, hogy közel járnak a megállapodáshoz. A piaci elemző úgy látja, hogy az elgondolás lényege a források egyesítése. Miután most számos piacon versenytársak, ez mindenképpen előnyt jelentene. A másik a piaci trend, az autógyártásban jelentős változás zajlik, az elektromos autók egyre nagyobb szerepet kapnak, márpedig ez rettentően drága fejlesztéseket igényel. Az előrejelzések szerint 2023-ig 7 milliárd eurót hoz az összeolvadás a két cégnek. Úgyhogy van benne ráció. A francia kormány szorosan nyomon követi a tárgyalásokat, különös tekintettel a cégvezetés összetételére. A francia államnak ugyanis 12%-os tulajdonrésze van a PSA csoportban. Az olasz kormány is figyelemmel kíséri az egyezkedést, de miután az olasz államnak nincs tulajdonrésze a Fiat Chryslerben, üzleti ügynek tekinti a küszöbön álló egyesülést.